mert ugye a csapatnak a nagy részének azért volt már tapasztalata most edzőmeccsen, akkor én ugye még nem voltam itt. Hát elmondásaik szerint azért ők is egy ilyen passzós, intelligens futballt játszó csapat. Vannak magas emberik, pontrugásokra nagyon rámennek. Úgy tudjuk, hogy azért szögletekből, oda szabadrugásokból próbálják a góljaik többségét elérni, és eredményesen is. Labdabiztos rutinos játékosoknak láttam őket, tehát középpályán elég nehéz volt labdát szerezni, magas játékosok, pontrugások veszélyesek voltak, de viszont azt is megfigyeltem, hogy azért, tehát a védelmük azért zavarba hozható, mi a gyors embereinkkel azért szerintem tudunk gondot okozni nekik. Biztos, hogy egy nagyon kiegyenlített párharc lesz, ezért nagyon fontos lenne, hogy előnnyel menjünk a visszavágóra. Azért az APOEL az más szint, annak ellenére, hogy nem, sokan nem veszik oda, hiszen az elmúlt években megnézzük azért csoportmeccsekbe, a BL-ben rendre azért be tudtak jutni, azért olyan játékosaik vannak, olyan hátterük van, ami biztosítja ezt, hogy rendre azért egy csoportkör erejéig minimumot legyenek, hát tavaly ez extrán kijött nekik. Én azt gondolom, hogy előre senki nem gondolkozik azon, hogy mi lenne, hogyha most az APOEL ellen játszanánk, stb. Mert ha nem jutunk túl, akkor felesleges ezen gondolkozni. Egy pillanat erejéig az ember persze játszik a gondolat, hogy egy olyan ciprusi hangulatban, ami ott szokott lenni, azért az nem rossz, hogy láttuk, hogy minden hangulaton teremtenek a szurkolók, de maximum egy pillanat erejéig, hiszen nem szabad előre tekinteni, felesleges. Nekünk támadni kell, előnyt kell szereznünk. Biztos lesznek olyan szakaszai a mérkőzésnek, amikor védekeznünk kell, ez értelemszerű. Úgy gondolom, hogy ők is hasonló felfogású csapat szerintem, legalábbis amennyire láttam az edzőmérkőzés, hasonlóan felfogásban játszanak, mint mi. Tehát egy oda-vissza adókapok mérkőzés lesz, úgyhogy azt kell kihasználnunk, amikor védekezésből támadásba ugye átmegyünk, akkor a gyors embereinket ki kell tudni használni és zavarba hozni az ellenfelet, és lehetőleg azért minél kevesebb pontrugás legyen a mi kapunk előtt. Ugye az első három csapat kivételével eléggé kiszámíthatatlan, tehát azért tudjuk, hogy melyik három csapat az, amelyik valószínűleg a dobogó helyezéseért fog küzdeni. A többi csapatot tekintve azt mondom, hogy játékban azért képesek leszünk szerintem bárki fölé kerekedni, hiszen egy elég mutatós focit játszik az MTK azért minden évben. Annak ellenére, hogy mindig új fiatalok debütálnak NBA-be, de ezek tehetséges játékosok, akik azért megérettek arra, hogy ilyen feladatokat végrehajtsanak. Én azt gondolom, hogy ha egy átlagot tudunk hozni, az a középmezőnben ott tudunk lenni minimum. Ha egy kis pluszt is hozzá tudunk tenni extrába úgy, hogy mondjuk nincsenek sérülések, és tényleg maximumot tudunk nyújtani meccseken, akkor az első harmadban tudunk lenni szerintem.